akik fütyörésznek az 56-os állami ügyen megemlékezésen, azt fejezik ki, hogy az AVH-val értenek egyet. Ezt a kérdést tette fel Kósa Lajos tegnap a parlamentben, vendégem a Fidesz frakció vezetője. Tudjuk a kompromisszumos szöveget, tehát az öt párt egyeztetések folynak, azon az MSZP szisztematikusan nem vesz részt, a Jobbik, a KDNP, a Fidesz mindig, és az LMP volt már, hogy ott volt. Már most is nagyon sok orvos hallgató jár a magyar egyetemekre, külföldi, aki nagyon magas tandíjat fizet azért, hogy itt orvosi diplomát szerezhessen. Ennek a lehetőségét szeretnénk bővíteni, ahhoz pedig a Semmelweis Egyetem, az egy szakegyetem, tehát más képzés iránya nincsen, csak az egészségügyi. Az összes vidéki egyetem, ahol orvosképzés folyik, Pécs, Szeged, Debrecen, ők univerzitások, tehát számtalan szakirány. De kérem szépen, az oktatásba zuhanó repülésben van az országunk, az egészségügyben ezt majd mindenki tapasztalja a szétesés szélén. Óriás választókerületekben dől el a mandátumok döntő többsége. Ma 199-en vagyunk országgyűlési képviselők, ebből 106-ot az emberek közvetlenül a választókerületekben választanak meg. Az összefogás minimuma... ...kapcsolatosan, és az egyik ilyen általánosan elfogadott sztereotípia, hogy általában azok az emberek, akik ezt elkövetik, vagy a bántalmazásokat, azokról a barátok... És minden intézménynek egy eljárásrendet kell kidolgozni arra az esetre, hogyha a gyanúja felmerül, hiszen bizonyítani a rendőrhatóság dolga, nem a dolgozók. Ahogyan ezt a rövid reklám előtt már beharangoztuk önöknek, Barta Szilvia a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Na, mi minden történt veled azóta? Hú, hát... Igen, sok minden történt, de mondjuk... Nagyon nagy utat jártál be már, mint ami, ugye itt érintőlegesen beszéltél az egészségügyi állapotodról, de ezt most már felvállalok. Egy nagyon kemény edzés, de mégis táncolunk jó zenékre, és melyik nő nem szeret táncolni? Tegye föl a kezét itt a stúdióban, nincs olyan, szinte nincs olyan nő, aki ne szeretne életben tartani. Nyilván olyanok jönnek az óráimra, akik engem kedvelnek, akik engem elfogadnak, és itt aztán olyan... Köszönöm szépen én is a meghívást. További szép reggel. Hogyha ilyen hibáról beszélünk. A hosszú táv előrejelzésnél nem az a kérdés, hogy hány órát késik a csapadék, hanem hány... ...tül, alvás, zavarok, na, az is van. Ezek ugye tipikusan vele járnak. Isten nagyon, még holnap is fájjon a feje. Ez meddig tart? Ez a változékony idő, elárul, hogy az elkövetkező 50 évben is. Értettem. Erre számíthatunk. Értettem, tanár úr. Alkalmazkodni kell és vigyázni kell. Tanár úr, minden megértettem. És a klímaváltozás miatt ez tovább romlik. Ennyi. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek. Tulajdonképpen csak azt mutatjuk, hogy hogy kell minket kezelni, hogy nekünk ez úgy azért úgy kellemetlen, mondjuk az anyós, meg mondjuk nincs, aki beleszóljon. Hát ezt jól megbeszélték a fiúk. Mehetünk kis végel. Női szemmel, igen, női szemmel mit adhat ez a darab. Segítség megnősült. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.